Raffi box kihelyezése segítheti a közlekedést is Török Bálinton is. Mire lehet számítani, mik a tapasztalatok? Az első trafi boxot azt a Gézafejedelem úton most már azért jó pár hónapja használja a rendőrség, hát használjuk, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy komoly visszatartó ereje van, már csak akkor is, hogyha tudják, vagy nem tudják az arra közlekedők, hogy van-e benne éppen mérő berendezés, akkor akkor is lassítanak, tehát alapvetően a Gézafejedelem úton a, a sebesség, mint olyan, az csökkent, és ez az 50 km per órás szabályoknak megfelelően állt be. Ami most nem is azt mondom, hogy újdonság, hanem, hanem előrelépés, hogy az országos rendőrfőkapitányságtól megkaptuk azt az engedélyt, ami a további öt trafi box, trafi elhelyezésére szolgál. Ezeknek a telepítése az a napokban is zajlik, ez a Szent István utca, Kinizsi utca, Kazinci utca, a Balcsi utca lesz még egy a Téglagyár közelében, és a Hegyalja utca, ami, ami területeket le fog fedni. Tehát azt jelenti, hogy hat trafi box készülék lesz Törökmányton, ami szerintem kijelenthetjük, hogy országosan is a legtrafi boxosabb, trafi boxosabb település leszünk. Sajnos szükség is van rá, mert nagyon sokan közlekednek török bálinton, és nagyon sokan nem tartják be a sebességeket, és sokszor balesetveszélyes veszélyes helyzeteket idéznek elő. Tisztázzuk, hogy akkor mi a különbség, vagy hogyan kapcsolódik egymáshoz a trafi box és a trafi box? A trafi box az egy olyan doboz, ilyen box tulajdonképpen, ami be a rendőrség a trafi box készüléket, tehát a sebességmérő készüléket, és ennek az a kicsit ilyen, ilyen, bizonytalanító tényezője, hogy éppen nem lehet tudni, hogy melyikben van, vagy melyikben nincsen mérőberendezés. Lehet akár mindegyikben azonos időpontban, de lehet az, hogy egyikben sincsen. Ezt nem tudják az autósok, hiszen nem látható. És hát maga az, hogy a berendezés ott van, vagy a lehetősége annak, hogy a berendezés ott van, az már visszatartó erejű a sebességgel kapcsolatban, tehát hogy tartsák be az autósok a sebességhatárokat. Ez láthatóan a Gézafelderem úton működik, és nagyon bízunk benne, hogy minden más település is működik. Nekem ismerősök már jelezték, hogy nagyon csúnya számlákat, illetve csekkeket kaptak már gyorshajtásról, mert nagyon sokszor én is, tehát én sem vagyok kivétel, nagyon sokszor megszokásból, beidegződésből vezetünk, és úgy kell figyelmeztetnünk magunkat, hogy tényleg ne 60-nal, vagy 65-tel, vagy 70-nel menjünk olyan helyen, ahol nem szabad. Igenis oda kell figyelnünk magunkra, és önkontroll kell tartani, hogy, hogy a sebességhatárokat betartsuk. A sebesség betartásán túl még milyen problémák adódhatnak itt a közlekedésben? Vannak-e olyan pontok, ahol valamilyen szabályt rendszeresen, notóriusan nem tartanak be az itt élők, vagy az ide látogatók? Törökbánt abban a helyzetben van, hogy egy egyesek szerint 80, de közel 100 ezres város szomszédságában és Budapest agglomerációjában helyezkedik el. Rajtunk rettentően sok az a, az autós és közlekedő, aki átközlekedik a településen. Ezek az utak jellemzően az felülérkező érkező utak, tehát a a, az Érdi út, úgy nevezem, hogy Érdi út, illetve nyilván a Szent István Kinizsi utca, és nagyon sokan ide járnak oktatási intézményekbe, óvodába, iskolába, adott esetben bölcsödébe, és ezek a forgalmak, ami ráesik a településre, ez, ez azért nagyon nagy problémákat tud okozni. Jellemzően ezek az utak azok, amik a legtelítettebbek és a legterheltebbek. Ez a Balcsizsinézki út, Szent István utca, iskolák környéke, óvodák környéke. Néhány napja, néhány hete átadtuk az új bölcsöde épületet, ami azt gondolom, hogy most a legtrafipaxosabb település mellett talán az országban az egyik legmodernebb bölcsödével rendelkezünk. Ez is újabb látogatókat nevezük, úgy vonz a településre, hiszen azt gondolom, hogy nagyon jól ellátottak vagyunk ilyen infrastruktúrális intézményekkel is, viszont ezeket a közlekedési csomópontokat nekünk védenünk kell. Sajnos elérkezett az az időpont, hogy, hogy lámpás kereszteződéseket is kell létrehoznunk török bálinton, ugyanis ezeken a nagy sokszor a gyalogosok, nagyon sokszor gyermekes gyerekekkel igyekvő gyalogosok komoly életveszélyben vannak azért, hogy az útest egyik oldaláról a másik oldalára át tudjanak kelni, és, és ez, ez, ezeket az embereket meg kell védenünk attól, hogy egy-egy felelőtlen közlekedő vagy egy-egy oda nem figyelő ö, ember, ö, vezető, sofőr az, az életveszélyes helyzeteket okozzon. Mire kell figyelni a motorosoknak, a kerékpárosoknak és egyáltalán mindenkinek, aki a közlekedésben részt vesz? Hát a kerékpárosok is mondhatom azt, hogy megszállták török bálintot, hiszen a, a Budapest Balaton kerékpárútnak az egyik állomása török keresztül vezet. Nem gondoltuk volna, de nagyon sokan használják a Budapest Balaton kerékpárútvonalat a mi szakaszunkon is. Ez ö, okoz némi fejtörés nekünk a a, a lakókkal, illetve a közlekedéssel kapcsolatban, hiszen olyan utcákon és olyan területeken közlekednek át rajtunk, ami amúgy is terhelt, és nagyon sokszor veszélyes helyzeteket is okoznak a, a főbb közlekedési útvonalakon átkerékpározó kerékpárosok. Ezeket is próbáljuk kezelni a közúttal, illetve a belső útjainknak a kezelőivel, ami adott esetben a város önkormányzata, hogy a baleset veszélyes helyzeteket kerüljük el, de próbáljunk mi is, mint lakók, vigyázzunk a kerékpárosokra, akik most azért a főbb közlekedési útvonalak jók, út utca, Köszárság tér, Széles utcán keresztül közlekednek és mennek el Biatorbágy egyek irányába. Ezekre odafigyelni, de nagyon sokszor nem csak a kerékpározók száma, hanem zajosak is sokszor, és a lakók erre panaszkodnak, hogy egy nagyobb társaság elkerékpározik a az adott területen hangosak, zajonganak, szemetelnek sokszor. Tehát azt gondolom, hogy a kerékpárosoknak is lenne itt a saját házuk táján söprögetni. Erre mindenképpen fogjuk jelezni is figyelemfelhívó táblákkal, hogy hogyan közlekedjenek. A motorkerékpárosok pedig azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az autósok, felelősséggel tartoznak a körülötték élők iránt, a gyalogosok, az autósok és a kerékpárosok iránt is, illetve nyilván nekik is önkontroll kell tartani, hogy ezeken az utakon normálisan megfelelően közlekedjenek, és ami nagyon fontos, hogy műszakilag megfelelő gépjárművel adott esetben motorkerékpárral tegyék ezt. Esetleg egy gyalogos átkelő itt a művelődési ház környékén várható-e, vagy célszerű lenne ennek a kialakítása? Törökmenton több helyen tervezünk gyalogos átkelő helyeket továbbiakban is létesíteni, és éppen képviselőtársam Földvári Lászlónak a javaslatára lett két ilyen pilot projektben megvalósított ilyen villogó zábrás, vagy villogó figyelmeztető zábrás kialakítás itt a, a, településen. Azt gondolom, hogy ez olyan jól sikerült, és a lakóktól, közlekedőktől visszajelzés olyan biztatnak tűnik, hogy a későbbiekben megépítendő zebrák legyen az bárhol, én szerintem ezzel a villogóssal kell megoldani, villogós felhívóval kell ellátni, ugyanis ez, ez, még jobban felhívja a figyelmét az autósnak, a közlekedőnek, hogy, hogy fokozottan figyeljen. És visszatérve a kérdésére, itt a művelődési ház környékén is rettenetesen gyorsan és nagy sebességgel veszélyesen közlekednek adott esetben. Igen, tervezjük azt, hogy esetleg ide is legyen egy gyalogátkölhely. Én nekem ez egy kicsit szívfájdalmam is, hiszen Törökbánt azért egy, nekem egy kicsit falu, hiszen én tényleg 48 éve, lassan 49 éve, de, de be kell lássam azt, hogy az a mennyiségű autó, ami rajtunk, aki idejött lakni török Bálintra, ez sajnos megkívánja már az, hogy, hogy komolyabb és szigorúbb döntéseket kell hoznunk a, a közlekedők biztonságának a megtartása véget.